A gyümölcsészeti öröksége. Az eddigi életminőségért alapítvány elnökével, a könyv szerzőjével, Pakot Mónikával beszélgetünk. Mónika, hogyan jött ez a könyv? Hogyan indult? Ugye Szávai Márton tanítóról, gyümölcsészről szól. Hogyan ismerkedtetek meg? És, és hova nyúlik vissza ennek a könyvnek az eredete? Hát Márton bácsit már nagyon régóta ismerem, 15-20 éve, már nem is tudom pontosan. Akkor megfogalmazódott, hogy érdemes lenne a tájfajtákat megmenteni, és valaki mondta nekem, hogy hát Márton bácsi már régóta foglalkozik tájfajtákkal. Úgyhogy megkerestem is, azóta hát létezik a kapcsolat, gyakran jártam hozzám, beszélgettünk, kertjében voltunk, tájfajtákat gyűjtöttünk, oltóveszőt gyűjtöttünk, próbáltuk feltérképezni, hogy um, milyen állománya van és aztán 2018-ban jött a megkeresés a Farkaslaki Art Technologies cég részéről, a cégnek a vezérigazgatója, aki igazából egy holland származású, hogy jó lenne ezt az értéket megmenteni, és egy könyvbe tenni úgy, hogy megmaradjon a következő nemzedék számára is. És hát Márton bácsival, mivel megvolt ez a bizalmi kapcsolat, úgy döntöttünk, hogy nekiállunk ennek a munkának és hát azt hiszem 2018-ba kezdtük el, és két éven keresztül történt ez a, a beszélgetések, a fotózások, gyűjtések, és így 2021-ben sikerült a könyvet kiadni. És ha jól tudom, több nyelven is megjelent ez a kérdés? Uh, igen, aztán uh, hát először ugye magyarul írtuk meg, és utána lefordítottuk románra is, és angolra is. Tehát nagyon fontos, hogy fontosnak tartottuk, hogy a román közönséghez is eljusson. Uh, akkor is, hogyha nagyon sok tájfajta magyar nyelvű, és fontos volt, hogy angolul is megjelenjen, hiszen nem csak mi foglalkozunk itt tájfajtáknak a. a megmentésével, hanem minden országban van egy ilyen mozgalom, és érdekes volt ezt látni, hogy néha vannak átfedések, vagy különösen a, a francia eredetű tájfajtákat ugye más országokban is ismerik, és akkor látni azt, hogy hogy Európában több helyen megjelennek ugyanazok a fajták. Rengetegen járnak hozzám oltóveszőt gyűjteni, nagyon sokan kérik meg őt, hogy bizonyos tájfajtákat oltson be, tehát olyan szempontból ő nagyon sokat tett azért, hogy itt Székelyföldön tényleg megmaradjon, és sok kertben megjelenjen a tájfajta. Ugye az utóbbi 10-15 évben elindult egy ilyen érdeklődés a tájfajták iránt, és ő tényleg ehhez egy nagyon jó forrás volt. És hát amint tapasztaltuk, ő egy nagyon nyitott ember, ő mindenkit szívesen vár, és szívesen segít mindenkinek, aki, aki hozzá betér. Hála jó Istennek, nagyon jó egészségnek örvend, így 90 fölött is már, és, és egy gyönyörű, szép kor. És, és, aktívan részt vesz még a minden napi életben, és hát tesz vesz a ház körül. Igen, tehát a, ugye annak köszönhető, hogy ennyire aktív, hogy minden télen, a kora tavasszal ő az, aki kivisz a kertbe, és megmutatja, hogy melyik fán, tehát melyik fa, milyen fajta, és így gyakorlatilag az érdeklődőknek ő mutatja meg, hogy melyik fáról kell az oltóvesszőt gyűjteni. Tehát ez valóban egy nagyon nagy kincs, hogy ő még ott helyben ott tud lenni, és e, e, tud segíteni az autóveszőgyűjtésekben is. És aki megvásárolja ezt a könyvet, mire számíthat, mit kaphat, milyen információt kaphat, mi az az érték, aminek a birtokában lehet ezek után? A könyv szerkesztésénél a több szempont volt fontos. Az egyik, hogy érthető legyen, Ugye a tapasztalat szerint nagyon nehéz egy szakkönyvet megérteni hétköznapi halandónak, tehát a tájfajtáknak a bemutatásánál odafigyeltünk arra, hogy érthető nyelven legyen leírva. Számomra nagyon fontos volt, hogy megőrizzük azt a nyelvezetet is, ahogy a Márton bácsi beszél a bizonyos fajtákról. Tehát mindig minden tájfajta bemutatásnál először ott van, hogy mit mond Márton bácsi erről a fajtáról. Aztán a szakirodalom segítségével kiegészítettem olyan ismeretekkel is, ami esetleg Márton bácsi részéről nem hangzott el, de fontos, hogy megjelenjen megme, egy Tájfajtának a leírásában. Ugyanakkor a fotókkal is illusztráltuk, és próbáltuk azt is megfogalmazni, hogy régen mire használták ezeket a fajtákat. Tehát röviden erről is információ van. Tehát igazából egy szép kis könyv, ami inkább étvágyat hoz, hogy megszeressük a tájfajtákat. Tehát nem egy szakkönyv a szó legszorosabb értelmében, hanem inkább egy olyan könyv, amit jól esik kézbe venni és ismerkedni a különböző. Fajtákkal. Beszélj nekünk arról, hogy hogyan került te kapcsolatba, a vagy hogy mikor kezdődött nálad ez a gyümölcsészet iránti vágy, vagy ö, szerelem? Ez egy nagyon személyes történet. Egy alkalommal a kórházba kerültem a vesémmel, és a műtét után rengeteg vizet kellett innom és meguntam már vizet inni, és kint voltam Németországban, és akkor ott mindenki oszta nekem a firom alma leveket, és amikor a kórházból kikerültem, és hazajöttem, akkor itthon nem volt semmi, csak víz. És akkor elkezdtünk a kertből almát behozni, megvágni, azt vízzel feltölteni, és igazából akkor kezdtem érezni azt, hogy itt a sok gyümölcsnek más-más íze van, és egy ezzel lehet játszadozni. És így indult el igazából bennem az érdeklődés a tájfajták iránt. Aztán a szüleimmel való beszélgetés során kiderült, hogy a nagyapám rengeteget foglalkozott anyai ágon tájfajtákkal, és nagyon sok fát oltott őbe a kertbe nem csak magának, hanem másoknak is. Tehát jó volt ezt a visszacsatolást megérni, hogy megélni, hogy igazából ez valahol egy ilyen örökletes dolog, ha szabad ilyet mondani. Hát akkor itt a, egyébként a gyümölcsök hazájában nyilván akkor ez már benne volt valahol szúnyadva ez a... Uh, igen, igen, tehát, a dolog csak igen, sokat terül. járunk, igen, sokat járunk mi a természetbe, és, uh, és mindig nyitott szemmel, és a, nagyon tetszettek nekem ezek a, az úgynevezett csűkertek, tehát a csűr mögötti kertek, ahol ligetszerűen voltak a fák ültetve, és általában mindig a családok odafigyeltek, hogy... A, hogy a tavasszól késő őszig mindenfajta gyümölcsöt legyen a kertbe, tehát ha a gyerekeket, a családokat lehessen úgymond a kertből um, táplálni. Aztán azt is láttam, hogy egy székeföldön érvényes, hogy a, a falu körül ott vannak a gyümölcsösök, és akkor ott vannak már azok a fajták, amiket télire szoktak eltenni. És hogy ez is egy milyen fajta gazdagságot mutat föl. Úgyhogy ha én a gyümölcsészettel foglalkozom, akkor nem csak a tájfajták megmentésére szeretnék odafigyelni, hanem tényleg élvezetessé tenni az, hogy érdemes a gyümölcsöket úgymond ligetszerűen létrehozni. Tehát ne sorba ültetni a fákat, hanem legyen valami szépsége ennek a látszólag káosznak. És a fáknak is legyen tere, vagy ki Pontosan. Teljesedni. Igen, igen, tehát ugye, hogyha tájfajtákról beszélünk, akkor én nagyon szeretek vadalanyra oltani, és hogy tényleg terebélyes, nagy, magas fák nőjenek, mert hát azért látjuk, hogy az irodalomban is nagyon sok ilyen fának az árnyéka illetet ad a költőknek, íróknak, és nagyon sok mindenre tudja inspirálni a kreatív embert. És ezt én magam is tapasztaltam. Hát most nekünk ezen az úton is, amit említettél, több lehetőségünk is volt szinte madártávlatból rátekinteni egy-egy kis, falu, kis székely falucskára, és gyönyörűen látszik ez, a, amiről beszéltél, hogy a falvak körül egyfajta védő zónaként, vagy első zónaként egy gyümölcs gyűrű veszi körül a településeket, és ez hála Istennek a mai napig megmaradt, és a mai napig ez így van. Még ha talán már nem is gyűjtik össze, tehát nem mindenhol gyűjtik össze az összes gyümölcsöt, talán a fogyó lélekszám, talán a, talán a más irányba való foglalkozás miatt. Igen, igen, ez nagyon szép, hogy még látszik, de valahogy azt érzem, hogy most van a fordulópont. Tehát, hogy még látjuk a hagyományos falusi táj szerkezetet, de én már erőteljesen, hogyha kimegyek egy dombra, akkor már látom az úgynevezett tájsebeket is. Tehát látom azt, hogy nagyon sok helyen már nagy-nagy udvarrészt lekocka köveznek, vagy olyan mag nagy épületek jelennek meg, ami egyszerűen nem tájba illő. Tehát lehet nagy épületet továbbra is építeni, csak nagyon fontos, hogy szakembereket megkérdezni, hogy azokat hogyan helyezzük el a tájba, milyen színeket használjunk. Hogy az beolvadjon, része legyen a tájnak, és ne zavarja a tájat. Sajnos ezek a sebek már kezdenek megjelenni és ilyenkor már ugye rövid időn belül látjuk, hogy a sebek elkezdenek terjedni, és gyakorlatilag ez a szerkezet, ez meg fog változni. Azt is látjuk, hogy már a csürkerteket is kezdek be, kezdik beépíteni, tehát ez a falusi uh, porta struktúra, hogy megjelenik a kert mögött a virágos uh, keskeny rész, aztán a ház, a ház mellett a... a a füveskert, vagy a kisebb kert, a konyha kert, aztán a csűr, a csőr mögött pedig a nagyobb kert, ahol ott vannak a tájfajták, de mellettük még zöldséget is termesztenek. Ez a struktúra, ez már kezd megbom, megbomlani, úgyhogy ez elég szomorú így, így látni. És hát a munkánk során erre próbáljuk a figyelmet irányítani, hogy érdemes lenni megtartani ezt a struktúrát. Itt, itt talán még nem annyira látunk olyan, tehát ami Magyarországon már romosan terjed, hogy egy ö, faluba már nem gyümölcsök vannak az udvaron, hanem túlják vannak, és nyírgyet, három naponta nyírgyet, ez itt még kevésbé jellemző, hogy mit tudunk tenni, hogy ez mit lehet tenni, hogy ezt ö, maradjon meg ez a szerkezet. Hát amiről beszélsz, ez megjelent nálunk is, különösen azokban a falvakban, ahol gazdaságilag elég erős már a falu. Tehát én már Gyergyó látok ilyen településeket, de hogyha udvarhelyszéket nézzük meg, akkor udvarhelyszéken a városokban már a házak körül ilyen szerkezet jelenik meg. És hát ugye az egyik ismerőse mondja, hogy tujamézet azért még nem evett. Tehát hogyha ha tényleg odafigyelünk a, ezekre az ültetésekre, akkor nagyon izgalmas lenne, és itt talán az egyetemnek is egy feladata lenne, akik tájépítészetet oktatnak, hogy hogyan lehet olyan örökzöld növényeket bevinni az udvarra, hogyha ez már igény, hogy valóban a környékről származzanak, szépek legyenek, de a biodiverzitást is segítsék. Tehát a méheknek eredel legyen, a rovaroknak eredel legyen és hát beilleszkedő legyen ugye a, a falusi struktúrákba. Milyen civil kezdeményezések vannak, amik esetleg ezt tudják segíteni, a megőrzést? Hát valóban a megőrzést, a tájfajtáknak a megőrzését, azt valóban civil-civilek végzik, tehát erre nincsen támogatás. Egy kormánypárt részéről sincsen, tehát ezt úgymond mi hobbiból, magánkezdeményezésből végezzük. Járjuk a településeket, gyűjtjük a tájfajtákat is. Ezek az élmények, amiket ott gyűjtünk, ezek bennünk vannak meg, úgymond. Tehát ezek még nem, 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 nem tudtuk köz, közkincsételni, mert ugye ez elég sok anyagi háttérrel jár. Tehát ez a könyv egy kivétel, hogy ezt magánkezdeményezés támogatta gyakorlatilag hobbi szinten ezt mi, ezt mi, csináljuk, tehát a tájfajtákat megvédjük, de azt is látjuk ugye, hogy azok az emberek, akiktől a tudást összegyűjtöttük, például Medeséren László, néhai László Péter bácsi már elhunyt, vagy um, Sükőben is Lajos Kabácsi már rég meghalt, és a tudást magával vitte. Tehát ezek a, a, régi emberek, akiknél ott volt a tudás és a tapasztalat, vagy mondjam úgy, hogy a tapasztalati tudás, ők már nincsenek közöttünk, és ők ezt a tudást már elvitték. Mi egy maradékot úgymond megpróbálunk megmenteni, tehát elég sok anyagunk van, aztán, hogy mikor tudjuk feldolgozni és közkincsíteni, ez egy másik kérdés. Nekem mindig nagy öröm, hogyha erre járhatok, és mindig egy ünnep, mikor itt a csodálatos erdei hegyek, dombok közé megérkezem, és természetesen ennek csak bónusz az, hogy ilyen gyümölcsösöket, ilyen öreg fákat, fás legelőket, kerteket nézhetek. És jó lenne, az még évtizedekig így lenne. Igen, az a szomorú, hogy már én tapasztalom, hogy Egyikébe, hogyha gyűjtöttünk például egy pár évvel ezelőtt itt farkaslakán gyűjtöttük össze a vacskorokat, és már tudom, hogy hány nagyfa ki lett vágva. Tehát, hogy mi megmentettük, persze vettünk róla oltóveszőt, de már nincsenek azok. Tehát, hogy az az a gazdag biodiverzitásból azt már kivettük, és akkor helyébe lehet, hogy majd megjelenik egy tuja. Ha én azt érzem, hogy most vagyunk ezen a... tehát most kellene rengeteget ide befektetni. Most van egy olyan forduló igen, igen, ahol még Igen, vagy meg tudjuk őrizni, vagy akkor majd kis rezervátumokban lesznek a tájfajták, de az a struktúra, amit látunk, és ami ugye szívet melenged, az, az el fog tűnni. És igen, nem csak, a, nem csak a tájfajták megőrzése fontos, hanem a struktúra megőrzése még fontosabb lenne. Talán igen. ez egy üzenet is Pontosan, tehát, hogy ez egy, ez egy gyakorlatilag, a, ugye én a gyerekkoromból azt hozom, hogy nekünk a kert az egy játszótér. És ha ma megkérdem, vagy megnézzük, hogy a gyerekek hol játszanak, akkor ők műgyeppel ellátott játszótereken, tehát ilyen művi játszótereken játszanak. És gyakorlatilag tényleg az élettel való kapcsolat tűnik el bennük, és akkor utána gondolkozunk, hogy hogy kerültünk ide. Hát a kert gyógyít, regenerál, és így a gyerekeknek játszótér. Igen, tehát igazából egy, egy, olyan, igen, pontosan egy olyan játszótér, ahol a, tehát a szenzorikát a, sok mindent tudnak fejleszteni, és nem egy ilyen beállított a, tér, hanem ahol tényleg sokféleképpen ki tudják magukat próbálni. A testük fejlődéséhez is ez nagyon fontos, hogy különböző mozgásokat végezzenek. Tehát nem csak az, hogy fölmegyek egy, egy lecsúszóra, és onnan lecsúszok, hanem sokkal diversifikáltabb mozgásokat tudnak a kertekben megélni.